kacsa fürdik fekete tóban, anyjához készül Lengyelországban. Sokszor feltesszük a kérdést, anyai melegség otthon vagy bölcsődei nevelés? Ki is neveli ma igazán a 0-3 év közötti gyermekeket? Az édesanya, a bölcsőde, a média vagy a társadalom? A kérdés korán sem ilyen egyszerű. Sok édesanya kényszerhelyzetbe kerül és nem választhat szíve szerint. Több generációt leszoktattak már a ringatásról, a gyermekmondókákról, az ölbeli játékokról, a bölcsődalokról, altatókról, sőt, az imádságokról is. Gyes neurózistól és depressziótól szenved sok édesanya, és szomorú tény, hogy ezek után ma már a gyermekeknek jobb dolga van a bölcsődében, mint otthon. A tudomány régóta felismerte, hogy az értelmi képességek idegrendszeri megalapozása 3 éves korig történik meg. Az édesanya bánásmódja, kommunikációja, játék a gyermekével meghatározza, hogy a gyermek miként fog teljesíteni az iskolában, milyen képességekkel indul az életben. Kimutatták azt, hogy az idegrendszeri alapok, amire majd később épül az egész kognitív értelmi rendszer, az már a 3 év alatti időszakban alakul ki, illetve ha ott nem alakul ki megfelelően, akkor később tanulási problémákkal és ennek következtében alacsonyabb iskolázottsággal és a munkaerőpiacra való nehezebb bejutással fog küzdködni a felnövekvő fiatal. Az első 2-3 év a legérzékenyebb időszak az agy fejlődése szempontjából. Ha az újszülötteket, csecsemőket és kisgyermekeket megfelelő minőségű és mennyiségű inger éri, kialakulnak azok az idegrendszeri feltételek, amelyek lehetővé teszik a gyors információfeldolgozást, a logikus gondolkodást. Továbbá fejlődik a figyelemkoncentráció, a képzelet, amelyek hozzájárulnak a későbbi kultúrtechnikák elsajátításához és sok más magatartáshoz szükséges képesség kialakulásához. Egy édesanya számtalan ingert közvetít gyermekének. Például vizuális inger a mosolya és a szemkontaktus. A hangja auditív, érintése taktilis inger. A ringatással pedig a vesztibuláris rendszert is érik ingerek. Ez folytatódik az arcsimogatókkal, a lovagoltatókkal, a csiklandozókkal és a sokmondókával. Csacsi, húzza kicsi kocsit, kicsi kocsi nyekerek. Hely, te gazda, lusta gazda, zsírod meg a szekeret, leesnek a gyerekek. A házat kisepeljük, a port letörőjük, az ablakot becsukjuk, a kulcson egyet csavarítunk. Az édesanyának intenzíven kell gondoznia, nevelnie gyermekét. Az épp fejlődési ütemet segíti az érzékeny gondoskodás. Kultúravesztésünk legnagyobb vesztesei az anyák, akik elfelejtették gyermekeik korai képesség kibontakoztatásának technikáit. Nem szabad elvenni az anyáktól gyermekeiket ekkorban, de segíteni kell őket abban, hogy képesek legyenek hatékony módon nevelni kisgyermekeiket. Hívjad a falovacskát, ad neki az a bocskát. Jól lakik attól, hízik az aktól a falovacska. Eme igazságok felismeréseként kezdte meg kísérleti működését az ország első korai tanulási központja Vajszlón. A hátrányos helyzetű kistérség iskoláskor előtti gyermekeinek kívánja biztosítani az esélyegyenlőséget az egyre fontosabbá váló oktatási rendszerben. A korai tanulási központ lényegében anyaiskola, ahol mintát és segítséget kaphat az édesanya, valamint lehetőséget a fejlesztő játékok használatával arra, hogy az otthoninál gazdagabb feltételekkel tanítsa gyermekét.
Ezzel gazdagíthatja magatartását, kibontakoztathatja a benne lévő képességcsírákat. Szakemberek a későbbi zavarok megelőzésével, egészséges fejlődés támogatással segítik a szülőket, hogy sikerüljön elkerülni minden későbbi tanulási problémát gyermeküknél. Tessék, próbáld eszelni a sárgát. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. A korai tanulási központban együtt játszik anya, gyermek, szakember. A tanulás nem csak a gyermekben eredményez magatartásmódosulást, hanem a szülők egymástól és a szakemberektől is tanulhatnak. A korai tanulási központ intézményes segítséget kíván adni az édesanyáknak a gyermekeikkel való fejlesztő foglalkozáshoz, amely nyitott és ingyenes minden kisgyermekes édesanya számára. A szülőket kell megtanítani arra, hogy hogyan lehet értelmesen alakítani, formálni, fejleszteni a gyermekeiket, hogy a képesség kibontakoztatásuk, a bennük lévő biológiai program optimalizálásával váljon lehetővé. Ezekkel az együtt játszó, tevékenykedő helyzetekkel úgymond rászoktatjuk őket, hogy egy olyan helyzetbe kerüljenek, amiben benne van a tanulás értékének a fontossága. Nagyon fontos a pedagógus személyisége, a gyermekhez való hozzáállása. Fontos egy szabad alkotói légkört megteremtése, amelyben az érzelmek szabadon áramolhatnak, a képességek kibontakozhatnak. Fontos megláttatni a környező világ szépségét, felfedeztetni az anyagokat, és a gyermekek spontaneitására építünk. A művészet gyógyító hatása már régóta ismert, az asszonyok maguk által készített tárgyakkal vették körül otthonaikat. Készítettek terítőket, a selyemfestésen kívül még egyéb használati tárgyakat is, dekorációkat készítenek, gyermekeiknek a szobáikat szebbé varázsolják, sőt anya-gyermek is alkot bizonyos technikákban együtt. Nagyon jól megfigyelhető, hogy a gyerekek a játék tevékenységükben visszaadják azt, ami az ő életét körbeveszi, visszaadják azt az anyai mintát, apai mintát, amit otthon lát, azokat a szerepeket ő is eljátsza és megéli a játék tevékenység során. Megéli akkor, hogyha mi is úgy alakítjuk ki a környezetet, hogy azok a kis játékeszközök, ami szükséges ahhoz, hogy ő is főzzön a babájának, ő is megvizsgálja a babáját, ő is le tudja fektetni, és ugyanúgy ki tudjon takarítani, mint ahogy az édesanyja otthon kitakarít például egy főzés után. A játékeszközökben és egy játékos környezetben mindezt biztosítsuk neki. Elmúlt már 2 éves, és egyre jobban, tehát minden más érdekli. Nem csak ez az építgetés, hanem például élvezi, hogyha lát valamit, és beszélünk, tehát megmondjuk neki, hogy mit lát, az miért van. Apukának van ilyen foglalkozni, ilyen picivel? Hát van. Nem sok, de van. És olyankor miket? Hát általában rajzolni, építeni. Bujócska. Igen. Bujócska, ilyenek. És akkor ez az új központ, az mit szólt? Nagyon örülünk neki. Nagyon örülök annak is, hogy nekünk is hogy szóltak, hogy ez a lehetőség lesz, és van, és mindenképpen élünk vele. Valamikor el kell kezdeni átalakítani a társadalmi
mozgásokat, segíteni kell a leszakadókat. Tudnillik, ha nem segítjük őket, akkor még jobban elmélyülnek a társadalmi konfliktusok. Tehát aki egy kicsit a holnapba vagy holnap utánba gondolkozik, az ezeket a programokat teljes merszélességgel vállalja, és mellette is van. A gyermeknevelés művészet. Ám egy olyan művészet, ahol sokkal nagyobb a felelősségünk, hiszen a műalkotás egy emberi lény, és ha elrontjuk, nem lehet kidobni. Márai Sándor így fogalmaz. Ahhoz, hogy egy alkotás remekbe sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is. A remek műben van valamilyen tündéri elem is, mely csodálatos fénnyel átsugárzik az egészen, mert látni és olvasni lehet benne. Az igazi remek mű néha nem is olyan tökéletes, csak sugárzik. Benne van az álom és a csillagok fénye, s amikor a művész már nem tud művén segíteni, az utolsó ecsetvonást az Isten végzi el. Pista bácsi fűrészen, dolgozik a fűrészen, húzza, vonja, húzza, vonja, és a bükfát darabolja, 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 darabolja. Sima út, sima út, göröngyös út, göröngyös út, kágyú! Böki-böki hátát, rakoncai pálcát, te kisfiú, te kislány, mondd meg nékem igazán, melyik ujjam bökte? Igen, ügyes vagy!